Katalin, a KFT ügyvezetője, Bauer József beszélt a bárka felújításának részleteiről, miközben a háttérben már bontották a menthetetlen elemeket. Hát ez a bárka 2007-ben készült, annak idején Bajor László és csapattal készítette, egy ilyen gyakorlatilag egy társadalmi összefogással, egy tolnának egy méltó emléket állítson, mindig nagy hagyománya volt itt a halászatnak, és ez egy gyakorlatilag a halászoknak egy olyan eszköze volt, amelyben a halakat tárolták, vízen úszott, és az élő halakat ebből árulták. És hát ugye ez megszűnt már az 50-es, 60-as években, régen itt a halat árultak a Mádi Kovács Zsilipnél, és hogy ez a szép emlék megmaradjon, illetve ez a tájba illő hajó, ezért a Bajor Lászlóik ezt felevenítették egy új hajó építésével. Hát azóta eltelt már 16 év, és sok eleme elkorhat, főleg a hajótest felszínén a padlózat, illetve két zárható rész is látható rajta, ahol ami el van zárva, azoknak az oldalfalai voltak teljesen alul elrohadva, illetve elkorhadva. És hát rongálások is voltak, tehát az is még rontott a helyzeten, illetve balesetveszélyessé vált, már néhány deszkán beszakadt, és már nem volt tartható, javítani kell. Úgyhogy megpróbáljuk megmenteni, még jó néhány évre reméljük, hogy jó lesz a hajó, és látogatható lesz. Különösebb módosítás, semmit nem szeretnénk rajt végezni. Maradna minden ugyanúgy a régi formájában, csak azokat az elemeket újítják, fa elemeket újítják meg, amelyek itt az évek alatt tönkre mentek, elkorhattak. Ma már volt ezzel kapcsolatban egy kis feltárás is, mert a váz szerkezetét néztük meg jobban. Úgy néz ki, az a tölgyfa váz egész jó. Ott is szükség lesz egy-két cserére, azok a vázelemeknek is a cseréire itt-ott szükség lesz, de alapvetően úgy néz ki, hogy stabil, bár most nagyon alacsony a vízszint, és nem úszik, hanem az iszabba ül, de talán így még ettől függetlenül betölti ezt a táj funkcióját, hogy itt ez látogatható legyen, és szép legyen a Tolnai Dunán. Úgyhogy reméljük, hogy akkor még sok-sok évig gyakorlatilag itt lesz és ékeskedik a Dunán. És várhatóan mikor lesz kész? Lesz meg ugye a Várka Fesztivál? Igen, addigra szeretnénk befejezni, hát még körülött meg festés is lesz, utána a hajótestet még festeni is kell, illetve a bejáróját is kell javítani. Úgyhogy hát ha minden jól megy, akkor ezt addigra be is szeretnénk fejezni. Most kedvező a vízállás, most lehetett a legkönnyebben nekiállni, tehát most van kint a felszínen a legtöbb külső burkolat, tehát a hajó gyakorlatilag vízszint fölött van jóval, a szokásos vízszintnél, és így azokat is lehet festeni. Úgyhogy ezért ez most ez egy kedvező időpont az alacsony vízállásra, erre a javításra. A Bárka Fesztivál szeptember 6-án kezdődik. A Telen, a KFT és a város lakói is nagyon szeretnék, ha addigra elkészülne, és egy ünnepi alkalom keretében adhatnák át a felújított építményt.